szokott lenni egy általános előadás, amit szoktam ebben a témában tartani, hogy elkezdjük az elejéről, hogy hogy volt a kutatás története a dolgnak, hogy jutottunk oda, ahogy jutottunk. Eddig a bizonyos Mohács 500 kutatócsoportig, ami egy ilyen, hogy szoktuk mondani, analogszindikalista közösség, tehát csomó, szabadon szerveződő kutatók összessége, itt a Janus Paninus Múzeum szárnyalja tulajdonképpen, de a kutatók azok a Pázmányról, a Budapest Történeti Múzeumból, Pécsi Tudományi Egyetemről, tehát sok helyről jöttek össze, és a téma érdekli őket, nem a hozzátartozó esetleges körítés. És ez a kutatócsoport ez 2016-tól működik ebben a formában, és ezzel a kutatásainkban 2009-ben kezdtünk, itt a múzeumnál egy módszertani váltást is jelentett. Előtte egy települést kutattunk, és annak a környezetét, utána pedig egy szisztematikus, nagy területre kiterjedő fémkeresős kutatást kezdtünk el gyűjteni, végezni. Ami tulajdonképpen a hadirégészetnek egyik legalapvető módszere. Ugye a csatáknak a maradványai, amik által megmaradnak egy területen, az legtöbbször fémtárgyak, és hát ezeknek a felgyűjtése, térképezése az, ami mondjuk egy csata helyszínére, kiterjedésére tud nekünk információkat adni. És mondom, tehát a standard előadás, amit szoktam ilyenkor tartani, szépen elmondom, a 60-as évek paplászló, tömegsírók, ő megpróbálta a Földvárt falut azonosítani, mint a Brodalis István, mint ami a csatában egy szereplő település. 70-es években ugye a tömegsírfeltárások, aztán egy nagy szünet volt, de a 70-es években már született egy helyektől egy ötlet, hogy egy bizonyos település Majs határában lehet esetleg ez a Földvárnak nevezett falu. Aztán 4-es Lajos ugye 90-es évek elején magától is ugyanerre a következtetésre jött egy teljesen más úton, ugye Majstól keletre lévő területre, és hát ezt a vonalat vettük mi föl régészeti szempontból, és emellett persze történészi kutatások is jelentős mértékben zajlottak, amik elsősorban a források feldolgozásával, a csata előtti helyzet, a csata utókövetkezményének vizsgálatával zajlottak. Illetve születtek, ahogy igazgató is elmondta, nagy számban teóriák arra, hogy maga az ütközet hogyan, hol zajlott pontosan. Az egy érdekes dolog ebben, hogy alapvetően történészi módszerekkel próbálták megtalálni az ütközetet, és hát ebből nagyon sok teória született. Ami arra enged következtetni, hogy a történészi módszert annak a legalapvető dolog az, hogy a forrásokat értelmezzük, olvassuk. Ha nem lehet egyértelmű következtetést levonni a forrásokból, akkor valószínűleg valami más kell nekünk igényben, és hát ez a régészet, és mi ebből az irányba közelítettünk. Tehát én most készpénznek veszem azt, hogy mi ezt a kutatást végezzük, nem fogom nagyon részletesen magyarázni, röviden elmondtam, hogy hogy jutottunk ide, és mondanék néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Hogy mivel más az előadás, amit egyébként szoktam tartani, általában én el szoktam mondani, hogy mit csinálunk. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy nem csak ez a bizonyos Mohács 500 kutatócsoport a EPM szárnyai alatt van a területen, hanem 2018, 19 és 20-ban volt egy eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia és a Pécsi Tudományi Egyetem közötti konzorcium vezetésével létrejött pályázat, egy kutatási program, 120 millió forintos költségvetéssel, ami szintén a Mohácsi csatát vizsgálta. Ennek nagyon sok aspektusa volt, tehát ők az előzményét ugyancsak a Jagellókor történészek kutatták, ahogy a akkori MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézetnek a kutatói. Ezért mondom, hogy akkor, mert azóta ezek már Eötvös Loránd kutatóhálózat tagjai, ezek a kutatóintézetek, tehát nem az akadémiához tartoznak. De emellett volt egy ilyen művészeti kutatás is, tehát művészetekben hogy jelent meg a Mohácsi csata, például a helytörténeti kutatások is voltak, a helyi információkat is ezt próbálták gyűjteni, hogy milyen emlékezete maradt meg, tehát emlékezetkutatás is volt a csatával kapcsolatban. Ez a rekonstrukció és emlékezet volt a program címe, és ezen belül volt egy csatatérkutatós programjuk is, amiben majdnem részt vettünk, aztán valahogy mégsem, hanem ők önállóan álltak neki ennek a dolognak. És nagyon sokáig, ők nagyon sokszor szerepeltek a médiában, nem tudom kinek van, meg legutóbb talán a cselepadakba fulladt-e a király vagy sem kapcsán, egy új teóriával jöttek elő, de ugyanúgy egy új teóriájuk a Mohácsi csata térrel kapcsolatban, hogy hol volt az ütközet, és azért jutottam egy más koncepcióra az eddigekhez képest, mert itt most már konkrétan velünk foglalkoztak, mert eddig ők minket alapvetően elhallgattak, tehát nem foglalkoztak velünk, vagy csak így nagyon MT-s szinten. Most kaptunk egy, mondhatjuk azt, hogy igazi szakmai kritikát, és azt gondoltam, hogy ezt ennek mentén egy ilyen kis összehasonlító előadást tartanék, hogy hol tartunk mi, mit gondolunk mi, és hogy ők erre hogyan reagáltak, és a kettőt egy kicsit összevetve. Ezért mondom, hogy ilyet még nem csináltam,
az ötlet most jött, úgyhogy kicsit önök most kísérleti nyúlnak a dolgokban. Tehát miről is van szó? Így működik. Hát ez a bizonyos cikk történelmi szemlében jelent meg. Hát ez a bizonyos csoport ezen a Rekonstrukció és Emlékezet című projekten belül, ez a bizonyos Papp Norbert, Kitanics Máté, Gyenizse Péter, Szalai Gábor és Polgár Balázs által fényezett cikk, ugye Sátorhely vagy Majs, a Mohácsi csata centrum térségének lokalizása, és ezben kaptunk egy kritikai fejezetet konfliktus régészeti jelenségek Majs közelében. Akkor elmondanám azt először, hogy mire jutottunk, és milyen adatok alapján dolgozunk, és mondunk néhány dolgot az ütközettel kapcsolatban. Egyrészt a helyszín. Összegyűjtöttem a legfontosabb forrásadatokat, amik szerepelnek a csatához közel első forrásokban. Tehát azokkal kevésbé foglalkozom, amik 100 év múlva említik az eseményt, ezek általában távolodunk, kicsit hígul is a dolog. Bár előfordulhat, hogy őrződik meg információ, ami elveszett egyébként egy 100 évvel későbbi forrásban, és de azért általában homályosodik a kép. Tehát a legfőbb forrásunk a csatáról az Brodalics István királyi kancellárnak a egy évvel később írott visszaemlékezése, az igaz történet. Ebben, és talán a hely szempontjából ez a legértékesebb forrás mindent összevéve, tehát ő egy kicsit földrajzos szemlélettel írta meg, tehát nagyon sok utalást tesz helyjel kapcsolatos adatokra. Tehát az egyik legfontosabb dolog azt mondja, hogy a csatarend egy magyar mérföldre állt föl Mohácstól. Hát az egy magyar mérföld az nem egy teljesen exakt dolog, de volt a 8,3-8,9 kilométer között van. És hogy fél mérföldre volt a Dunától, ami hát ennek körülbelül fele mondjuk egy 4,5 kilométer. Említ Brodalics dombokat Mohácstól délre a síkságon, amik ilyen színházi nézőtérszerűen veszik körül a területet. Ezt meg tudjuk jegyezni. És jobbra tőlük egy völgynél látnak meg török katonaságot, tehát ezek a domboknál a csatarendtől jobbra volt egy völgy. Ezt levonhatjuk, itt következtetés. És balra a hadrend és itt van között volt egy sásos, mocsaras mélyedés vagy víz, ahol később sokan meghaltak. Tehát jobbra dombok vannak, balra, most magamhoz képest mutatom, lesznek fordítva. Jobbra dombok és balra pedig egy sásos, mocsaras mélyedés. Amit még megtudunk tőle, és ez volt a mi kutatásunknak kiinduló pontja, hogy a magyar sereg előtt a hadrenddel szemben van egy kis falu templommal, és amelynek a neve Földvár, ezt így meg is nevezi a latin szövegben magyarul Brodalics. Aztán van még Brodalicstól egy kicsit ellépett távolságadatunk. Antonio Boémo mondja azt, aki részt vett szemben is a csatában, egy olasz mérföld volt a két sereg között, amikor miatt a csata megindult, ami hát ott 1,4-1,5 km közé szokták tenni távolságba, bár az olasz mérföld az nem egyszerű, mert ugye városonként változik, de valami ilyesmi körületet, és hogy az ágyúsor hossza, a török ágyúsor hossza is egy olasz mérföld volt. Aztán még egy érdekes helyadat Brodalicstól. Tehát ha ő megindult a csatarend második hadoszloppal, támogatni az első hadoszlopnak a támadását, és azt mondja, hogy eléri ezt a bizonyos falut, amit az elején ugye megemlít, és azt mondja, hogy a falu mögött, tehát hozzájuk képest azon túl látja meg a török ágyukat, és a török katonaságnak a nagy tömegeit, aki közt, mint megtudta később a szultán is köztük volt. Tehát van még egy ilyen adatunk, ami ezzel kicsit ellentmondani látszik, hogy a magyarok egy erdőn mérték a tüzérséget, ez egy olasz forrásból származik, és van egy, amit ez a bizonyos másik csoport nagy szeretettel használ, bizonyos Lütfi nevű török pasától, később pasától, ekkor a szultáni háztartásnak volt a tagja. Ő szövegében van leírva az, hogy kémek jelentették, még mielőtt a törökök elérik a Mohácsi síkot, tehát az előző táborhelyükön kémek jelentették, hogy a magyarok egy hatalmas árkot ástak a domboktól a Dunáig terjedőleg. Ez a másik csapatnak a teóriában igen fontos szerepet játszik. Tehát nagyjából ezek a földrajzi információk, amik a forrásokban szerepelnek. Azért leorientálni tudja az ember, tehát van ből kiindulni.
Mindezt összevéve ez a pirosra kerített terület nagyjából így Horvátország horvát határtól déli Dályokig és föl egészen Mohácsig az a terület, ahol az eddigi, amiben az eddigi összes teóriát elhelyezhetjük nagyjából. Tehát a bárki az több mint két tucatnyi csatarekonstrukció, bárki is eljelzünk térképre, akkor ebbe a poligonba belefér. Ezt a két ívet, teoretikus ívet, ez pedig részben, magam részben pedig Vészabó János történész, tehát a csatának nemes kutatója könyve alapján húztam meg. Ezt pedig, ez a bizonyos távolság, amikor oda is megad Mohácsnak a nagyjából mostani központját, ami feltehetően az egykori Palánka körvet városnak is a központja volt. Ez a bizonyos egy magyar mérföld, hogyha a vonalban nézzük. És ez pedig egy jobban kérdéses vonal, de ez pedig a Dunától fél mérföld. Ugye ez már egy kicsit vitatható dolog, ugyanis hol a Duna ilyen ekkor. Ma is nehéz szerintem megmondani, hogy vannak különböző holtágak, ugye van a főág. Az is vitatott, hogy akkor a főág éppen hogy észlelt ki, melyik volt a főág. Tehát ezt nagyon nehéz megmondani, mi a Duna. Néhány egyéb adat alapján az én elképzelésem az az, hogy ez a bizonyos ív itt, ez a terület, amit most Vizsgaki rétnek neveznek, ez talán az a egykor működő Dunaág, amiről szó lehet, és ettől kivetsze van ez a bizonyos félmérföld ebben az esetben. Persze, ha nagyon belemegyünk a dolgokba, akkor ez is lehetett egy egykori Dunaág, vagy Kölkednél, ez tudjuk, hogy működött-e akkor, vagy hát ezek közül akármelyik, vagy akár a fő medre is lehet a Dunának. Az majd ki fog derülni egy kicsit később talán, hogy miért ezt választom el én. Amúgy egyébként, hogyha ezt a bizonyos mérföldadatot nézzük, és Brodai csatát, tehát hogy egy mérföld, akkor a mai úton számolva az 1,2 mérföld lenne, hogyha erre a területre érkeznénk. Amennyire térképeket meg tudjuk nézni, ennél kicsit egyenesebb és íveltebb utak mentek ezen a területen át akkoriban. Tehát nagyjából az egy mérföld is valahol erre a tágabb területre esik, amit mond Brodarics, hogy egy mérföldre átfog a magyar csatrend a Mohácstól. Igen, és emellé ugye kicsit próbáltuk vizsgálni mi is a tájat, hogy nézhettek ki a vízfolyások egykoron. Mert ugye mai térképet nézzük, akkor hát egy eléggé kultúrtájon, amit láthatunk, ugye rengeteg művelés alatt álló terület, nagyjából kiszárítva. Nagyon halványan itt látható egy hullámos vonal. Ugyanakkor, ha más szempontból vizsgáljuk a területet, ha a domborzatot nézzük, és annak idején készítettünk még 2012-ben egy elég finom felbontású domborzat monát légi lézerszkennel, és nézetméterenként 8 pontot tudtunk felvenni. Úgy egy kicsit másképp tárul elénk. Látható, hogy amik kékkel vannak színezve, ezek a mélyebben fekvő területek, amik ugye szinte a vörös és a majd átmenek zöldbe, ezek pedig hát magasság szerint vannak színezve. És ha ezt nézzük, akkor mindjárt szemünkbe tűnik, ami egyébként valamennyire színvonalról is látszik, hogy van itt a terület közepén egy meder, ami hát szinte egész végig követhető, nyilván a méret az változik, és hát vannak leágazások belőle. Értem, vannak olyan területek, amik majdnem olyan mélyen fekszenek, mint ezek a meder nyúlványok. Tehát szemben a műholdképpel, ahol igazából ránézésre azt mondjuk, hát ez egy síkság, sík terület, azért nem egészen így van. Eléggé tagolt táj volt ez régebben nagy valószínűséggel. Az, hogy ez megszűnt mondjuk vízfolyásnak lenni ebben a formában, az annak köszönhető, hogy azt hiszem talán a 60-as években egy csatornát létesítettek, ami részben a régi mederben folyik, részben máshol, tehát egy szabályozás történt, ami ezt a korábbi medret tulajdonképpen a maga módján kiszárította. Aztán azt is láthatjuk, hogy más olyan mélyedések is vannak, például ez a meder, ami itt található, ami, és hát itt látszik, hogy elkezd kanyarulni és északirányba folytatódik, ami szintén szabad szemmel tulajdonképpen nem nagyon vehető észre a műhold felvételeken, bár van olyan, amelyiken igen, de nagyon meg kell nézni. Ennek is van szerepe a mi kis történetünkben, erre majd később ki fogok térni. Tehát összességében van egy területünk, amin belül ugye a forrásokból tudunk egy településről is. Ezt a települést többen keresték,
több helyre lokalizálták. Ugye a Földvár név az egy támpont, Földvárról tudunk a forrásokból, nem is egy helyről. Hogy hogyan értelmezik ezeket a forrásokat, amik részben, nagyobb részt oklevelek, illetve határjárási oklevelek ezt a bizonyos csatát megelőző időszakból, illetve vannak később adatok Földvár falu létezésére, tehát török korban is, tehát defterek, török adó összeírások említik ezt a falut. Hogy hol ez a falu, erre megosztottak a vélemények, egy csomóan nagyjából ezen a területen keresték, Papp László régész is ezen a területen is ásott, illetve egy felvethető pont még itt Sátorrej környéke, mert a 18. század térképek a Földvár pusztát az erre a területre teszik nagyjából. Tehát összességben ez a két fő teória volt, illetve belépett ez a harmadik, hogy ez a Majs határában lévő településnyom lehet esetleg azonos, és itt vigyázni kell az, hogy Földvárral vagy nem Földvárral, azóta kerültek elő újabb oklevelek és okleveles vizsgálatok, azt mutatták ki, hogy ez a település nagy valószínűség semmiképp sem lehet Földvár, hanem talán inkább ez a térség is, azért pedig, hát ugye van, aki azt mondja, hogy ott fönt. Minden esetre a 70-es években előkerült lehetek, illetve 90-es években előkerült lehetek, azt mutatják, hogy itt vannak csatára utaló nyomok, és ezt a két információt összerakva, ugye, illetve többet is, megvannak a dombjaink, itt húzódnak végig. Eléggé jelentős tereplépcsőt képez a táj, tehát egy 20-30 méter magas hirtelen ugrásról van szó, hogy meredek domboldalról. Hát, ha visszagondolunk Rodaricsa, megvan a színelszerű domb. Ő mondja azt, hogy tőlük balra volt egy sásos mocsaras mélyedés, az esetleg betudható a borzapatakként annak idején, mert ugye ez a neve. És ebben az értelemben mindjárt gondolkodhatunk arról is, mert azt mondja, hogy köztünk és a Duna között volt. Ezt mondja Rodarics. Ha ebben a kontextusban helyezzük az információt, akkor ha ez egy Dunaág, ugye ez a bizonyos sásos mocsaras mélyedés, ezek a dombok, és ha azt mondjuk, hogy tőlünk jobbra, tőlünk balra, akkor akár meg is próbáljuk elhelyezni a csatarendet ebbe a dolgban. Különös tekintet arra, hogy tudjuk, hogy itt van ez a bizonyos falu, ami a szövegben az is kiderül, hogy valamilyen módon kötődik a dombokhoz. Többnyire úgy fordítják, hogy leereszkedik a dombokról. Tehát mi ezen a helyszínen kezdtük el a kutatást annak idején. És hát hol tartunk most ez a bizonyos fémkeresős kutatással? Ugye a falunyomot kezdtük el kutatni. Eddig most már 7000 közelíti a leleteink száma, még teljes pontos összesítés nincs, mert elég gyorsan követik egymást a fémkeresős felmérések, és hát ekkora anyagmennyiséget feldolgozni egyéb munkánk mellett nem egy egyszerű feladat. De összesítésben ezek a kis sötét pöttyök jelzik az egyes leleteket. Minden egyes leletet bemérünk 1-2 cm-es pontossága, hogy térképezni tudjuk őket. Mivel a szólódások is fontos, nem csak maguk a tárgyak. Tehát ha megnézzük, akkor ugye innen kezdtük, és hát szépen fokozatosan haladunk különböző irányokba. Érte most már elkezdtünk távolabb is mintaterületeket felvenni különböző ötletek kapcsán, amik felmerültek, hogy magunkat is ellenőrizzük. Hát még egyszer, hogy így lesz itt a bizonyos falunyom környéki általános leletszorlódás. És rajta azok a leletek, amiket mi hadiletek közé sorolunk színessel. Ezek közül is, amit ki van emelve, elsősorban is a lövedékek, amit fekete volt a jelöltük, a nyílhegyek, amik szintén utalhatnak konfliktusra is, ugye, csatára, sarkantyúk, amik a korszakban jelennek, tehát ezek a csillag alakú sarkantyúk, amiket a kiállításban néhány darabot talán lehet is látni. Illetve hát besoroltuk ide a patkókat is. A patkók ugye azért problémásak, ezt hozzá kell tenni, tehát a patkológia résztudománya a régészeten belül, ahogy szoktuk viccesen mondani magunk között mákkal, az nem egy fejlett tudományág, tehát itt mi nagyon sokat kell dolgoznunk. Egyébként nemrég egy pár hete kezdtük el mákkal szétválogatni a patkókat egyetlen típus szerint, hogy tudjunk valamit mondani. Minden esetre van a területen egy ilyen patkó elosztási térképünk is, ami én nekem az a véleményem, hogy ha el tudunk különíteni típusokat, akkor alapvetően a kép nem fog változni, legfeljebb ritkulni fog. Tehát bizonyos patkotípusokról, mert most látjuk, hogy ezek valószínűleg modern emberek, tehát hasonlítanak a maiakra, azok ki fogjuk emenni ebből a képből. Tehát itt ez nem egy teljesen a mi ütközetünkre vonatkoztatható kép, de egy általános szórodás. És ami fontos ebben az egészben, hogy ezek az átnézett területek itt ezen a falu környéki részen, vagy egy kicsit a módszertanról beszélünk, a módszert, amivel átnézzük, az azonos, tehát nagyjából ugyanazt próbáljuk követni mindenhol. Nem terjedhet ki mindenre, erről majd később szóltájtek, de ami látszik belőle, az az, hogy azért vannak sűrűsödések és ritkulások ezen a területen. És
Az, hogy ez a területen mindenképp feltételezhető egy csata, egy konfliktus, mivel a hadjeleteknek sűrűsége az itt a falu körül koncentrálódik, és hát azért egy jóval nagyobb szórással egy területen megfigyelhető, ugyanakkor vannak olyan részek, ahol nem találtunk szinte egyetlen ilyen típusú leletet sem a felmért részek közül. Ez is egy fontos információ lesz majd a továbbiakban. Viszont a hadjelet szólásban az látszik, hogy a leginkább használható számunkra, ha valamilyen módon csata nyomába akarunk menni, az itt a tűzfegyverek a használata. Ezt egyrészt a történészek is leszűrték, hogy ennek a csatának a döntő fegyverei azok a tűzfegyverek voltak. Ezt tudjuk, hogy 4000 puskát osztottak ki a janicsároknak erre a hadjáratra, és 60 nehéz puskát. Tehát ez elég nagy szám volt a korszakban. És azt is tudjuk, hogy ezt a törökök a korszaktól eltérően meglehetősen szisztematikusan alkalmazták. Tehát sort ezeket lőttek, ami egyébként meg az európai hadseregben hát egy inkább a 16. század második fele vége felé válik a harcászat részévé. Tehát nagyon fejlett módon alkalmazták őket, és hát általában véve ezt teszik meg a csata döntő momentumának, hogy a török puskás janicsárság ezeket a sort ezeket leadta, és hát ez a megtörte a magyar hadrendet. Tehát foglalkozunk egy kicsit ezekkel a tűzfegyverekkel. Miért is fontos ez? Ebben a bizonyos cikkben konkrét kritikával illetnek minket. Három szerzőre, Kelenik Józsefre, Ágoston Gáborra és egy osztrák szerzőre és szerzőtársaságra hivatkoznak. És azt mondják, hogy az ő vizsgálatok alapján 1520-as évek jellemző puskái tipikusan 20 mm körül átmérőjű puha ólomlövedékeket lőttek ki, és csak a 16. század második felében a technológia fejlődését csökken a fegyverek kalibere. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindjárt ki fog örülni. És azt mondják, hogy négyesülajosnak a hasonló méretű lövedékére vonatkoztatva, hogy ezek a bizonyos lövedékek ennyire kis kalibrűek voltak, akkor azokat nem lehet a mohácsi csatához kötni. Ezek az űrméretek csak a 16. század végétől a 18. század terjedő korszak lövedékeinek felel meg, amelyek valószínűleg egy más időszakhoz, más csatához köthetők. Ez egy távolabb össze van foglalva, ezt most nem emeltem át. És itt szeretnék arra kitérni, és itt megyek bele egy kicsit a szőrözésbe, de nem lehet magyar, tehát nem lehet átsiklani a dolgok fölött, hogyha mondjuk kicsit ellent akarunk mondani. Amit még elmondanak, hogy a Kelenik József mit mond. Ő azt mondja, hogy nem is a mi fegyverekről és nem is a kisűrméretű fegyverekről beszél, hanem hogy a 16. század 20-as éveiben, tehát a csatánk idejében megjelenő, villáról tüzelő fegyverek súlya, űrmérete és lőtávolsága 6 óra, inkább a könnyű szakálásokhoz volt közel. A Paviai csatában, ami egy éve korábban volt, zárójel bezárva, szereplő korai muskiták kb. 20-25 mm-es átmérő ólomgolyót lőttek ki. Tehát ő, Kelenik, nem beszél a mi lövedékeinkről. Ő a muskétáról beszél, ami egy évvel korábban jelent maga a szó meg. Aztán hivatkoznak erre a Krenn-féle tesztlövésre. Ugye a Gráci Múzeumban kipróbáltak konkrétan ilyen puskákat, milyen lőtávok van, stb. Itt is az űrméretekkel van a beszélés, tehát 20 mm átmérő csövekkel volt a legkorábbi puska, ami 1570-es egyébként. Tehát ezt is értként hozták fel a mi ügyünkben. Ami szerintem irreleváns, mert 1570-es puska, ugye a hadügyi forradalom idején az 1526-ra nem feltétlenül, sőt valószínűleg nem releváns. Illetve az sem releváns, azért sem érdemes felhozni, mert azért, mert voltak nagyobb puskák 1570-ben, az semmit nem mond 1526-ról, én azt gondolom. Aztán hivatkoznak még Ágoston Gáborra, aki pedig egyrészt azt írják, hogy a 1526 körüli, tehát a 26-ra eljött puskáknak a fizikai paraméteri közelről is nem ismertek. Ez az első adat, tehát nem tudunk róluk semmit. És utána pedig azt mondják, hogy ezen késő adatok alapján Mohács csatában felhasznált oszmán lőfegyverek kaliberére nem lehet következtetni. Hogy mik ezek a későbbi adatok? Ezt oszmán udvarnál lévő francia követ jelentésre alapozzák, ami azt mondja, hogy az oszmánok puskái nagyobbak, mint a magyaroké. Viszont 1570-es években mondják szintén. Tehát itt három olyan lányzat van, ami minket cápolni látszik, de ha belenézünk, igazából nincs is közel a mi dolgunkhoz. És miért fontos ez? Hogy néznek ki a mi lövedékeink? Mi az eddig talált lövedékek nagyon nagy százalékát, néhány újabban előkerült, tehát nem vettük bele a statisztikába, 260
bocsánat, 255 darabot tudtunk statisztikailag feldolgozni. Készítettünk egy kaliber szerinti megosztást, hogy mi van ezen a bizonyos síkon, ahol mi kutatunk. Ugye itt 8 mm-nél kisebbeket kivettük. Ezek vagy annyira sérültek, hogy nem lehet mit mondani róluk, vagy például sörétek késői vadászatból, tehát a szempontunkból irrelevánsak. És tulajdonképpen ez elmondható részben a 8-9 mm-esektől is. Ahol elkezd nőni a mennyiség, az a 9-10 mm között. És ugye látjuk azt, hogy van egy elég nagy csúcs, és aztán egy visszaesés 15 mm-nél. Tehát nálunk a lövedékeknek a nagyon nagy százaléka az valahol 10 és 15 mm közé esik. Ezért mondják ők, hogy ezek kicsik, mert ugye az elmített szakirodalmakat visszavonatkoztatták, hogy 16. század elejére, és azt mondják, hogy 20 mm alatti lövedék nem is nagyon van. Ergo, ha nincs, akkor miénk az nem lehet 1520-as Mohácsi csata. Ugye ezt láttuk az előzőkben, hogy viszont ezek a hivatkozások, amikkel ők dolgoztak, ezek igazából ránk nem is vonatkoznak. Aztán, ha nézzük, hogy hol esik vissza a dolog, a következő lépcső az ott a 15 mm fölött, től 17-18 mm-ig van egy nagyon nagy visszaesés. De azért egy viszonylag szignifikáns mennyiség. Tehát még egyszer, ha megjegyezzük, hogy a 15-től 18 mm-ig van egy jelentős méretű csoport. És ha tovább nézünk, akkor tulajdonképpen hát mondjuk 18-19 mm-től fölfelé 27-ig, ez az, ami ki, hát kisebb lőfegyver kategóriába esik, ebből is van néhány, de nem túl sok. Azt láthatólag, hát ezek egyet jelentenek itt, ez a 11 néhány darabot jelenti a 255-ből. És hát van még egy kategória, ugye itt, amit, hát ez határeset, amit már tízérségnek számítunk, 30 mm föl, tehát ez már nem kézi lőfegyver. Tulajdonképpen ezek sem kézi lőfegyverek, ezek mondjuk a mai géppuskák megfelelői, mondjuk ilyen puska kinézetű dolgok, szakállás puskán szokták nevezni, cső végén van egy ilyen akasztó, amivel be lehetett fegyvert támasztani, mondjuk egy várfalnál. És hát ezek nem kézben hordott fegyverek alapvetően, hanem ilyen állványos, de nagy tűzerejű, és hát inkább védelemre alkalmas puskák, mint mondjuk támadásra. Jó? Tehát azt látjuk, hogy azért alapvetően mondjuk három kategória jön ki. Van ez a 10-15 mm, van ez a 15-19-18 mm, akkor vannak ezek, amit talán a szakállás puskákra sorolhatunk, és a tüzérség ezen a területen. Foglalkozunk kicsit először ez a bizonyos első kategóriával. Mi ez? A korszak néhány ábrázolása, hiteles ábrázolása közül kiválasztottunk egyet. Ez a páviai csatához kapcsolódó Goblen sorozat, ami 1528-ban kezdték el készíteni, tehát nem, nincs messze a csatától, hanem gyakorlatilag aki ezt a Goblent készített, vagy az előrajzait megrajzolta, az napi szinten láthatott ilyen fegyvereket is. A rajzból az is látszik, hogy eléggé jól ismerhette a kora haditechnikáját, ruházatot pedig. Tehát én azt mondanám majd, hogy nem ezek fényképszerű ábrázolás itt, amit látunk a csatáról. És mit látunk? Ugye van ez a három kategória, amit mondtam, 10-15, 15-18-19 és fölötte. Ha a korszak fegyvereit nézzük, akkor a szakirodalomban ezt a 10-15-ös méretű fegyvert, ami kanócos lakattal rendelkező puska volt, általában 1 méter körül hosszúsággal, és ez olyan fegyver volt, amit válhoz lehetett emelni és kilőni mindenféle segédeszköz nélkül. Ezt a szakirodalomban legtöbbször Alkebuznak nevezik. Maradjunk ennél névnél. Megpróbáltuk utána járni, hogy oké, milyen űrméretűek ezek az Alkebuzok. Én egy kísérletet tettem, én a London Towernek írtam, nekik van egy tűzfegyvergyűjteményük Leedsben, hogy tudnak-e nekem konkrétan keltezhető puskákat mondani a 16. század elejéről. Összesen 4 darabot tudtak küldeni, tehát ez elég ritka jószágok ezek, itt ott aukción esetek föltűnik egyet, de nincs túl sok. A példák, amiket küldtek, ez a puska, továbbítok. Tehát ez a puska, itt vannak az adatai, tehát ők 1510 közé keltezték, tehát ha ezt megmerték tenni, akkor valószínűleg erről van valami adat, ami konkrét. Amit mondtam, kb. 1 méter hosszú maga a teljes hossz, 750 mm-es a csőhossza, és 15 mm-es, 15,1 mm-es a cső átmérője. Aztán itt ez a másik három, ezek együtt szerepelnek, ezek a Mary Rose nevű hajóról, a 8. Henrik hadihajóról kerültek ki, ugye víz alatti régészeti módszerrel, ez elsüllyedt ez a hajó, hát, és egy kicsit későbbi, 1540-es, tehát még mindig jóval korábbi, mint amit ránk fognak, ugye 1570-es évi adatok alapján, hogy
akkorra kezdnek csökkenni a kaliberek. És ez még meglepőbb, mert ezek elég hosszú cső puskák, itt a csőhossz az 1000 mm körül van, és viszont 12 mm-es a cső átmérőjük. Tehát egyelőre példagyűjtésben itt tartunk. De már ez a négy darab is megcáfolja azt az elméletet, hogy az 1500-es évek elején, első felében, első negyedében nem lehettek 20 mm-nél kisebb kaliberű puskák. És hát ha belegondolunk abba, ugye a következő kategória az, amit mondjuk most itt nevezünk egymás között muskétának. A muskétának az általános jellemző pedig az, hogy ebben az időszakban ez is általában kanócos lakattal ellátott tűzfegyver. Ugye ez a fegyverágyazatos szerkezete van, mint az alkalúzoknak. Viszont egy jóval komolyabb méretű fegyver, és ez a használatában is kiütközik, azáltal, hogy akik muskétával lőnek, azok általában visznek egy ilyen puskavillát, amire föltámasztják a csövet, és azzal, annak a segítségével célhoznak és sütik el a fegyvert. Tehát viszont, ha megnézzük a pavijai csatának az ábrázolását, például akkor az egy évvel korábban volt, mint a mai csata, 1025-ben. Itt láthatjuk a Lanzknechtek, ugye a német zsoldosok, azok nem nagyon látunk puskavillát, hanem ugyanezek az Arkebus kategóriai fegyverek, amiket ők oldalak, akár formailag is emlékeztetnek ezekre a fegyverekre, amik nekünk vannak. De maga a tény, hogy ezek kézben tartató és úgy kezelik ezt a fegyvert, ez is ezt mutatja, hogy ez a típus, ez gyakorlatilag a korszaknak a standard hadipuskája. Nyilván olyan értelemben nem standard, hogy nem voltak ipari szabványok, tehát igazából két egyforma darab se volt. De mint általános kategória, ez a 10-15 mm körüli, vagy 12-15 mm itt a példák alapján csőátmérő, ez megvan, és az ábrázolások alapján ütközetben normál módon használódik. Tehát ezzel tulajdonképpen ezt a dolgot, hogy ezek a lövedékek, amik nálunk vannak, hogy ezek a lövedéknek az öme ez túl kicsi, hogy ezek pisztolylövedékek, ezt vagy 17. századra feltétlenül, ezt ilyen értelemben talán cáfolhattuk is. Itt van ezeknek a bizonyos lövedéknek egyébként a szórodása területen, de látszik, hogy ebből is van egy sűrűsödésünk a falu környékén. Ami a csata leírások szempontjából fontos, illetve Broda is szempontjából fontos, mert ebből úgy tűnik nekünk, és amúgy is a csata ott, a csatának a legaktívabb része, az tulajdonképpen valójában a falunak a környezetében zajlik, mert összeköti az ágyúsorra, és az több forrás is írja, a magyarok az ágyúsornál elakadnak, és valahogy itt tulajdonképpen a konfliktusnak a legvéresebb része tulajdonképpen. Tehát ha a falut nézzük, ezt a bizonyos falut, amit mutatunk, az itt van, és hát az is látjuk, hogy azért itt zömülnek a lövedékek, attól függetlenül, hogy azért egy bizonyos terület körülhatárolható, ahol még van belőle. A második kategória, ez amit ugye már mondtam, hogy a muskétáknak is nevezhetjük, de persze ez nem egy exakt kategória, ez a baj a korszak fegyvereivel egyébként, illetve a korszak íróira, aki fegyverek írnak, hogy ezek a kategóriák elég átmosódnak egymásba, illetve nem konzekvensen használják, úgyhogy ezt most én itt egy ilyen terminusztechnikusként vagy szakszóként próbálom használni muskétát. De mindenesetre van ez a fegyver kategória, ugye egy lépcsőszerű esés van a hisztogramban, tehát itt valami másról van szó. Ez egy 51 néhány lövedékről van szó, tehát egyharmada mondjuk az arkebuzoknak, ha nevezhetjük így. Ugye melyik ez a fegyver, ez amiről már beszéltem, tehát itt a bizonyos puskavilla, és hát egy nagyobb méretű, hosszabb csövű, nagyobb méretű fegyverről van szó. És ez az, amiről először egy éve korábban hallunk. Tehát az, hogy a mi helyszínünk ilyen kategóriai lövedékek előfordulnak, az tulajdonképpen az bizonyítja, hogy ez egy eléggé, mondhatjuk így, high-tech ütközet volt, tehát a korszak csúcsfegyverét vetették be, de ezt amúgy is tudjuk egyébként az oszmán hadseregről, hogy ebben a korszakban ők a tűzfegyver használatban és a tűzfegyverek alkalmazásában eléggé élen jártak, és hát az itt felvonuló magyar, illetve magyar osztásuló egyéb seregek is sem voltak nagyon hátul ebben a dolgokban. Tehát, és hogy ez a lövedék típus is előfordul, az feltételezheti azt, hogy ez a fegyver típus is előfordul. Nyilván nem olyan nagy számban, mint a mondjuk így standard hadipuska. Ja, erre kell. Hogy szórulnak ezek a bizonyos lövedékek? Ezek a 15 mm nagyobb lövedékeknek a szórulásai itt a falunyom területén. Ez is egy érdekes dolog, mert ugye ez nem egyenletes. A 10-15-ösnél az úgy nagyjából szóródott. Ja, ha visszagondolunk. Itt viszont azért egy eléggé másképp tárolva szemünk elé. Ettől éjszakarról nincs is, tehát azért nem is vettem be a térképben, amit a falonyomunk.
és ezek a bizonyos, mondjuk így muskétalövedékek, vagy 15 fölöttiek, ezek egy ilyen érdekes, talán mondhatjuk azt, kicsi gyűrű formában helyezkednek el a területen. Hát, ha nagyon akarok, akkor is tudnék következtetést levonni, ha mindenképp a csatára akarom vonatkoztatni, tehát egy bizonyos fegyvertípust egy bizonyos területen is azt is így használhatnak, tehát lehet, hogy egy bizonyos területből kifelé lőtték őket mondjuk legnagyobb részt, és vagy egy bizonyos területre befelé, de akkor a határán csapódtak be valakikbe, ilyen irányból lehet ezt esetleg vizsgálni, most ebben annyira nem mennék bele. Mindenesetre azt hozzá kell tenni, hogy tehát érdekes az, hogy az egyes kategóriák azok nem azonos mértékben szóródnak, hanem vannak elkülönülések, tehát más az elosztások. És hozzárakom az kicsit nagyobb, tehát az a, már a szakállás puska méretű lövedékeket, ez sem változhat jelentősen a képen. Tehát az úgy tűnik, hogy nagyobb méretű lőfegyvereket az inkább itt a falunyom környékén kerültek használatba. És a még nagyobbak is, tehát amik már a 20 mm fölöttiek tulajdonképpen, azoknak van egy egész komoly gócpontja itt ezen a részen a faluban. Egyébként ez olyan része, ahol szeretnék egy ásatást is majd csinálni, hogy mi lehet az oka ennek, mi volt ott, ami miatt az nagy üzméletű lövedékek így egy helyen vannak. Itt egy kicsit más megközelítés, ugye térképezhetjük a lövedékeket más módon is, sérülések szerint. Itt négy kategóriát, ezt pedig mind harmazom már kollégámmal, akit a közönségben vele készítettük ezeket a lövedékelemzéseket, négy kategóriát vett föl. És ezt egy besorolva a lövedéket, a négyesek a legsérültebbek, a hármas az, hát ilyen mondjuk közepesen, a kettes az ennyien sérültek, itt most a sérülés nélkül lövedékek, amiket ugye elvileg nem lőttek ki, azok nem szerepelnek a térképen. Azért itt is látszik az, hogy van egy elég komoly sűrűsödés a területen, és egyébként ez többé-kevésbé egybeesik azzal az előbb a nagy lövedékeknek a gyűrűjével is. Hát az eléggé kezd nyilvánvalóan a lövedék szorodásba, hogy itt a falunál volt valami eléggé komoly tűzhat, mondjuk így, az ütközet során, amit zajlott. Én bátran kimérem most jelenteni, hogy szerintem ez 1526-os ütközet, de persze egyik lövedékre sincs rá, vagy engem 1526-ban lőttek ki, tehát 100%-ra nem állíthatjuk, mindenesetre én úgy gondolom, hogy ezek alapján azért nagyjából kimondható. Csak ugyanezek kicsit összerakva, tehát ezek a bizonyos leginkább sérült lövedékek, amik mi a négyes kategóriába soroltunk, azok is így zömülnek, az egész ütközetet figyelembe véve. És ez összevetítve a nagy üzemetekkel, az is itt ezen a környéken csoportosul. Ha egyébként mindenképp rá akarnám húzni a csatára, és mindenképp, akkor azt mondanám, hogy ezt tudjuk két forrásból, hogy az ütközet végén a gyalogság, a magyar gyalogság, aki nem teljesen magyar volt, de a magyar király gyalogsága, az egy nagy gyalogsági négyszögbe összetömörült, és a török lovasság nem bírt velük, tehát azzal fel tudták venni a harcot, és ugyanezeket a puskás jancsárokat hívták oda, hogy számolják fel ezt a gyalogsági négyszöget, ami sikerült is. És hát talán nem ördögtől való az ötlet, vagy felvetés, hogy és mi van, hogyha ez az a terület, ahol ez a bizonyos végső le- vagy felszámolás zajlott. És akkor hát összesítésben csak egy összefoglaló, tehát hogy néz ki ez a bizonyos lövedék dolog. És hogy azt mindenki gondolja végig, hogy valóban érvényes a kritika feltétlenül, amit ezzel kapcsolatban megszabtak, vagy ránk szabtak, vagy esetleg elgondolkodhatunk-e mégis valami más megoldáson, és mondhatjuk mégiscsak azt, hogy tehát ez nem kizáró, hogy itt ekkora lövedékek találhatók. Hát itt vannak a teljes program, és ez pedig a kategóriánként itt, tehát ezek a, mondjuk az, amivel nem nagyon foglalkoztunk, tehát 10 mm alatt, ez a 10-15-ösök, a 10-18-asok, vagy a 15-18-asok, és hát utána a kisebb, ez a bizonyos szakállás puska. Amire, ha visszatérek egyébként, most nem is tudom, nem raktam be diát, de ha belegondolunk, hogy ezek a szakállás puska lövedékek, itt visszamegyek, ezek itt tömörülnek, akkor igazából szeretnék majd előre utalni a tüzérséggel kapcsolatban egy gondolatra. De hogy ezek egy védelemre alkalmas fegyverek, tehát nem támadó fegyverek, hogy itt valamit léptek ezen a környéken. Vágyvárás. Például, akár. Tehát itt van ez a bizonyos tüzérségi lövedék, vagy legalábbis ilyen objektumvédelmi és tüzérségi lövedékre alkalmas kategória, tehát ezek a szakáláspuskák, amiből összesen egyébként 60. És egyébként, ha belegondolunk, hogy ezeket valószínűleg inkább a törökök alkalmazták ebbe a csatába, és abban az arányszámban, amit egyébként itt a minket kritikálva illető cikkben is idéznek helyesen, hogy
4000 puska volt a jöncsereknek, és 60 nehéz puskát adtak ki, ha az arányokat megnézzük. Ugye a könnyű lövedékek az 200 felé közelít, vagy annál is több, és van 4-5 nehéz puska lövedékünk, mondjuk így. A török arányt ezt egész jól megközelíti a dolog. Szóval a tüzérség, ha már tűzfegyverekről van szó. Mit lehet róla tudni? A magyarok 80-85 ágyújuk volt körülbelül, nehezebb fegyvert, szakás puskát, azt 500-at vesztettek egy lengyel forrás szerint. A tüzérséget az egyetlen sortüzet tudjuk, hogy használták. Tehát pontosan fogalmazok, tudjuk. A többit nem tudjuk, hogy mit csináltak a tüzérséget, mi történt vele. Egy sortüzet tudunk. Az nem ment el a török hadsorokig, és ez a másik kamerásból is látjuk ezt a sortüzet, mert a törökök is megemlítik, és ott is ők említik meg, hogy egy lövedék esett le a hadsorok előtt. Az összes többi az ugye rövid volt. Van egy német zsoldosunk, aki elvileg szemtanú és ott volt, és elmenekült a csatából. Ő azt mondja, hogy a török tüzérség be volt ásva és elrejtve. Így fogalmaz. Ha azt mondjuk, hogy elfogadjuk ezt a teóriát, hogy ez a mi falunk, ami az ütközetben szerepet játszik, és azt mondjuk, hogy a magyarok valonnan észak felől, vagy észak-kelet felől támadtak, itt van több elmélet, én nekem lesz egy saját, amit megosztok a társasággal, akkor mindest ez a támadás irány a falu mögött, az a falutól délre kell, hogy legyen. Itt egyetlen egy olyan nyomunk van, ami erre esetleg utalhat, van egy árkunk itt a falutól délre. Magnetométeres mérésre sikerült kimutatnunk, azóta egy kicsit az a magnetométeres mérés már kiterjedt, és azt meg lehetett állapítani, hogy az árnak itt van vége. Az amúgy látszik ezen is, hogy itt már nem folytatódik. Ez úgy világos, ugye? Látszik mindenkinek ez a vonalas nyom itt a falutól délre, ugye ez a falunyom. Itt még talán egyes házfoltok is látszanak. Tehát van egy árkunk, ami valahol itt kezdődik. Amúgy így meghúzva, körülbelül eddig a hosszúságig tudjuk. Itt csináltuk egy másik mérés, itt már nincs meg az árok. Miért érdekes, ha egyrészt, ha be voltak ásva dolog, én két ábrázolást találtam, ahol esetleg valami hasonló dolog történhetett, és ez a paviai csata két ábrázolása egyébként. Lehet, hogy elsőre kicsit hirtelen, de itt is azt látjuk, hogy az ágyúk egy ilyen mélyedésben vannak egy ilyen sáncszerű dolog előtt. A csövek szinte rátámaszkodnak a sánccal. Ez egy éve korábbi ütközet, még egyszer mondom, tehát nem 100 évvel későbbi, és ez ugyancsak a paviai csata egy másik ábrázolása. Mondjuk itt azt hozzá kell tenni, hogy ezek a várost lövő ágyúk, tehát itt direkt úgy van az egész beállítva, hogy védelemre is talán emelt csövekhez is van az árokás, hogy jobban meg tudják emelni a csöveket, hogy el tudjanak lőni a városig. Tehát ez nem teljesen releváns a mi dolgunk a kapcsolatban, de mindenesetre az, hogy 1525-ben volt ilyen típusú ágyúállás, ahol az ágyukat kicsi sűjesztve helyezték el, hátsó részüket egy árokba, előttük egy sáncot képeztek. Erről ábrázolásuk van ebből az időszakból, elgondolkodható. Tehát itt sem ördögtől való azt feltételezni, hogy ez a, van egy német adatunk, egy német zsoldos, aki ott volt, látta, hogy beásták az ágyukat, és van korábbi ábrázolásunk ilyen fajta harcászatról, vagy technológiáról, hogy beássák az ágyukat. Visszatérve, ugye ezek a nagy ürmények, tehát 19-20 métertől az ágyúlövedékig terjedő kategória, amit eddig találtunk, az itt látható. Ez és ez, amit már konkrétan tüzérségnek neveztetünk, itt egy kicsit sűrű a dolog, tehát több lövedék van egy kupacban. És ugye azt látjuk, hogy itt ezt nem nevezhetnénk, vagy nem igazán elemezhető szóródás, ami itt éjszakabbra van, itt viszont ez eléggé jelentősen kitűnik. És nem tudom, látszik ez összefüggés, ez a bizonyos árkunkkal. Valahol ennek a vége körül csoportosulnak ezek a lövedékek. És itt megint csak, ha belegondolunk a csatai momentumába, van egy pont, amikor a magyarok áttörnek a török hadsorokon. És ha visszavegyek, most nem igazán raktam be a szemediát, bocsánat, a leletszóladáshoz, a hadiletekhez, illetve a lövedékekhez is, mit látunk? Van néhány lövedékettől a vonalattól délre, ugye itt van az a zöld eljelölt vonal, most a zöldön nem igazán szerencsésen, de itt van. Ettől délre azért igazán elfogynak a lövedékek. Északra van a sűrűsödés, de van itt egy szakasz, ahol déli irányba is van egy szórodás. És pont ez a zárok vég az, ahol megkezdődik, ha mondhatjuk így ezt a dolgot. Tehát ha megint most rá akarom húzni a tárra, és ez most megint mondom, hogy ötlet szintjén van, tehát semmi bizonyíték, tovább kéne nyilván kutatni, vagy fogjuk is, de
Szerintem ráhúzható dolgokra, hogyha van egy éjszakról jövő magyar támadás, azt tudjuk, hogy a magyar lovassága az ágyúsor előtt elfordul, és az ágyúsor után Bészabó János történet is így határozta meg, hogy ő szerint is az magyar áttörés az a török ágyúállások, vagy ágyúsor után következik. De, tehát azt gondoljuk, hogy ha jön egy éjszakai támadás, akkor itt meg tud törni az irama, és esetleg itt lehetett az áttörés, és ennek köszönhető ez a hadilehetszorodási sáv még a vonaltó délre. És visszamegyek a tüzérséghez. És a nehéz puskákhoz. Tehát itt azt mondanám, hogy tehát van egy lövedékszorozási fordulunk. Azt hiszem, azt sikerült legalábbis cáfolni, hogy ez kizárt dolog, hogy a Mohácsi csatában legyen. Tehát a jelen tudásunk szerint lehet a Mohácsi csata lövedékszorozása. És vannak olyan elemei ennek a lövedékszorozásnak, ha elemezzük, tehát kiválasztunk bizonyos lövedéktípusok egyebeket, amik akár még ennek az ütközetnek egyes momentumra is illeszthetők. Tehát itt tartunk mi, ez a rész már teória, tehát semmiképp nem állítás, csak azt mondom, hogy van egy földrajzi helyünk, ami ráillik a leírásra, a vízzel, a dombokkal, a faluval, a falu mögött esetleg az ágyúsorral, ott van a lövedékszorozási folt, a falunál sűrűsödik a lövedékszorozási folt, elég jelentős mértékben, és a forrásokból is azt tudjuk, hogy a falu környéke lehet az ütközetnek egyfajta centruma, ahol tényleg a legnagyobb védelmezés folyt, és az ágyuk előtt, a Broda is maga is írja, hogy az ágyuk előtt harcoltunk. Néhány, tehát test közelbe szinte. Tehát ezt tudtuk most egyre kihozni a lövedékekből és a földrajzi helyből a mi ügyünk kapcsán. Aztán, hogy akkor ezt az egészet próbáljuk meg összefoglalni, mondjuk egy csata rekonstrukcióvá kísérletté, amit azért azzal a bátorsága teszek meg, hogy nem én vagyok az első. Viszont a miénk az valamifajta kézzelfogható tényanyaggal is összekapcsolható, magyarul régészeti leletekkel. Tehát megvan egy helyszínünk, amire többé-kevésbé rájlik a leírás. Van egy régészeti anyag, ami ezen a területen is erre vonatkozik. És van még egy földrajzi tényező, amit eddig nem említettem. Tehát itt van a Broda és Istvánnak egy fontos részlet a szövegből. A királys ez a csata inkább már a vége felé tehát a vége időszakának a leírása a Broda is részéről, ahogy ő látta, tehát a királysereggel a mondottak miatt erősen megzavarodván, és már-már menekülő félben, mégis még sokáig küzdött, már nem azon a tágas síkságon, hanem éppen az ágyuk előtt, amelyek annyira közel álltak hozzánk, hogy 10 lépésnél sem voltak. Végre is, amikor már nem csak a félelem töltött be mindent, hanem az ágyúfüst is, és már látni sem lehetett, a sejjel nagyobb része kénytelen volt lehúzódni a völgybe, amely ama mocsaras vízben feküdt, miközben a hátramaradottak még mindig vitézi csatáztak az ágyuk előtt. Tehát itt most jön újra szóba ez a bizonyos tőlük balra, valószínűleg balra lévő víz, ugye ez amit korábban említett, hogy sokan meghaltak, de két felé van bontva a dolog, egy völgyet nevez meg, és utána egy mocsaras vizet, amelynek a nevét azt viszont nem említi. Most én itt vettem a bátorságot, és már említett Bészabó János kollégánknak egy csata térképét, amit ő rajzolt háttér nélkül, tehát itt csak a különböző hadtestek vannak felrajzolva, illetve támadási irányok, menekülési irányok, stb. Én ezt egy kicsit szétvagdostam, ő elférjen a képen valószínűleg a könyvben, ha ezt közdi, elég közel rajzolt egymáshoz a két csata rendet. Én közítettem azt a bizonyos egy olasz mérföldet, ennyi a különbség az elrendezésben, amit Bészabó János kárára mondjuk így elkövettem, tehát széthúztam ezt a két sávot. És azt mondjuk, hogy ez itt az oszmánságnak a fölvonása, tehát a Ruméliai hadtest és a táborozás, ugye mert táborozással kezdik a dolgok, a törökök nem akarnak harcolni ekkor. És hát valahol egy olasz mérföldre feláll a magyar csatarend két lépcsője, akkor esetleg így helyezhető a dolog, ugye itt van a mi falunk, és hát valahol innen jön majd a szultán, amikor a Brodaricsék megindulnak a második hadsorra támogatni az elsőt, aki a csata során eljut a faluig, és hát így zajlik az ütközet. Tehát én magam is egy ilyen felállást tudnék leginkább elképzelni. Egyébként földrajzi tényezők is mondanak emelet, vagy felhozhatók emelet. Ugye itt van a Borzapatak, ami ugye a leírás szerint is sásos mocsaras mélyedésként azonosítható. Aki elhiszi nekem, az ami is így láthatja. Hát ez egy viszonylag természetes akadályt képez. Ugye azt is tudjuk, hogy a seregből, akik próbáltak menekülni rajta keresztül, sokan meghaltak. Tehát az egész biztos, hogy török sereg, ha át akart volna kelni rajta, át kell tekenni csúnyább díszfolyásokon is, ilyen értelemben. De mindesetre egy természetes akadály, ami olyan, hogy most minek menjünk át rajta, hogyha nem muszáj. Viszont
Itt ez a rész, ugye itt a Majsó kijövő völgynél van egy elég nagy hordalikú. Itt a, ha emlékszünk, az a bizonyos térképen először mutattam, egy ilyen sárgás terület volt itt ez a dolog. Tehát itt van egy akármilyen víztől is mentes terület, tehát ez egy magaslat. És a törököket tudjuk, hogy le akartak táborozni, és valahonnan dél irányba jöttek. Tehát ha volt itt a környéken alkalmas terület, akkor nagyjából ez volt itt, ez a Majstól keletre lévő kissé magasabb terület, és eléggé sík terület. Tehát ez a földrajzi körülmény is támogatja azt, hogy török itt akartak letáborozni. És hát a magyar sereg szempontjából nézze a dolgot, pedig most akár itt voltak, akár északabbra van be, akár délebbre. Ez az a területsáv, ami egyrészt, ha csatára akarják kényszeríteni az oszmán sereget, akkor a legalkalmasabb. Van egy viszonylag sík terület, nem viszonylag, tulajdonképpen majd tudom, azt a lapsimaságú. Fel tud fejlődni a sereg, és tulajdonképpen a legkényelmesebb átvonulási útvonalat lezárja. Mert innen, ha kijövünk a dombok közül, leeszkedik az oszmán sereg a völgybe, és tudjuk, hogy a dombokra eszkednek le, itt letáborozik, akkor legcélszerűbb egyszerűen itt éjszakra vonulni. Továbbra is egy síkságon, és utána a kisebb vízfolyásokon átkelve, de eljuthatnak a fő cél irányába. Ez a dombos terület, ez manapság is itt viszonylag bozótos, meg erdőkkel taglalt. Feltételezem, hogy valami hasonló, vagy még inkább ilyen lehetett a 16. században, de persze ez feltételezés. Mindenesetre kevéssé volt alkalmas valószínűleg az átvonulása, és hát amúgy is tudjuk, hogy leereszkedtek a dombokra a törökök, tehát hogy egy sík területet választottak távolozásra, ez szó szerint szerepel Broda is leírásában. Tehát én azt mondanám, hogy a földrajzi körülmények is ezt határozzák meg, mint csatahelyszín ilyen értelemben. Esetleg délebre mehetnénk, ugye a más csataelméletek, amikkel többen is megalkottak, ők inkább ezt a területet veszik. Itt van egy Mersen nevű középkori falu, hogy inkább ez a környék lehetett, és hogy a magyarok esetleg ebből az irányból támadtak a oszmán seregre. Itt az egy probléma van, hogy itt azért ilyen ablakszerűen már belenéztünk a területbe fémkereséssel, kutatással, és igazából nem találtunk hadileleteket nagy mennyiségben. Egy-egy lövedéket itt-ott falunyomon vagy ilyesmi, de semmi módon nem érhető ahhoz, ami itt van. Közeljében nincs. És ha azt nézzük, hogy hogy néz ki ez a terület földrajzilag, egy 18. század térképen az egy kicsit máshogy néz ki. Van egy vízfolyás, ami ellentmondani látszik Brodarisnak, aki azt mondja, hogy előttük egyébként nem volt semmilyen akadály. Ez a hordalék kúp, amit egy geofizikus barátommal beszéltem, ő azt mondta, hogy ez a hordalék kúp, ez igazából egy olyan terület, ahova a völgyből kifolyó víz, az szétfolyik, és lerakja a hordalékát. Ugye általában ez úgy minden folyón, hogy egy magasabb esésre, egy alacsonyabb területre ér, akkor lerakja a hordalékát. Viszont ha lerakja a hordalékát, akkor az alkalmanként változtatja a medrét is. Tehát az, hogy a 18. században éppen erre volt a kifolyása, észak felé, és így ment a Borzába, ez ebben lehetséges a 16. században is, de nem feltétlenül szükséges. Nyugodtan lehetnek más, illetve vannak is, a terepületet megnézzük, vannak más medrek is más irányba. Tehát ez nem cáfolja alapvetően a Brodarics leírását, elképzelhető, hogy ez a 16. században nem pontosan így folyt. Viszont 18. században van itt egy ilyen mérdés is, ami Presztika néven szerepel, ez akkor épp egy vizenyősebb terület volt. Egyébként ma is látszik, hogy milyen fekvő, extrém vizes időszakokban műhold felvételünk van arról, amikor tényleg egy kicsit egy ilyen vizesebb terület a mai napig. Na, viszont hogy néz ki ez a terület, mint síkság vagy nem síkság, készítettünk egy, a terepmodell alapján egy metszetet, amit itt a majsi dombsornál kezdünk, tehát ezért a hirtelen emelkedés. Aztán átmegyünk, ez a bizonyos hordalékkúp területe és ez a Presztika. Nagyjából itt ez a szakasz. Van egy pici mélyedés, aztán egy kicsit magasabb fekvés, és ez a Borza medre. Itt a méretek fontosabb, mert ezekkel eléggé csínyen kell benni ezeket a metszetekkel, mert ugye arányosan van megjelenítve, vagy aránytalanul, ha úgy tetszik. Ugye a dombok azok ilyen himalájaszerű magaslatként tűnnek föl, és hát ez az esés, ami nem olyan túl nagy valójában, jelen esetben egy a másfél méter körüli a Hordali kúp és a Presztika közötti esés. Ez hát igazából nem teljesen nevezhető völgynek. Ugye a Brodarics völgynek írja, hogy a völgybe húzódnak vissza a katonák. Ha azt veszük, éppen lehetett volna ez a mérdés is. És ha azt mondjuk, hogy ez a víz, szerintem felvázolható ez a kép. Van a Hordali kúpunk, aztán egy mérdés, ahol visszahúzottak, és utána jön a mocsaras patak medelre vagy folyó. Tehát hozzá kell tennem, hogy ez szóba ráillik, de azért figyelnünk kell, mert ez a mérdés jelenleg másfél méter esést jelent.
ami de azért igazán elbújni nem lehet a törökök elől, a lövedékek egy részét már felfogja, viszont ezt a másik csapat is elmondja, ez a területen az elég jelentős mezőgazdasági műve is volt az utóbbi évszázadokban, különös tekintettel az utóbbi mondjuk 50 évre, tehát ez valószínűleg ezeket szintbe hozta, ezeket a mérdéseket. Tehát nyugodtan elképzelhető, hogy egy fél méterre, egy méterre azért nagyobb lehetett ez a bizonyos szintkülönbség 500 évvel ezelőtt. És azt mondjuk, az most már két méter, két és fél méteres esés, akkor már elképzelhető, hogy oda valamilyen mértékig el lehet bújni az oszmán tűzfegyverek, vagy nyilak, vagy egyebek elől. Tehát én azt mondom, hogy mivel itt van az ütközet zöme a falunál, nagyjából a hadi tevékenység után a nyomok is ebben a sávban tapasztalhatók, elképzelhető, hogy ez az a bizonyos mérdés, ahol visszahúzódnak a király vezetésével, újra kitörnek, és két vagy három kitörésre jönnek a források, hogy támogassák a mélyharcolókat. Ez egy lehetséges helyszín, és talán ez a mérdés is támogatja ezt a dolgot, és utána pedig a Borzameder azt a leírás részt, amin ugye menekülnek át és meghaltak sokan. A Borzameder maga az egy ilyen 150, helyenként 200, helyenként 100 méter széles teknő egyébként, a mai napig is. Mióta kiszáradt, érzékelhető a terepmodellbe is, és a terepek kimenve is látható. És hát ez a mai terepmodell, próbáltam rámasszírozni a térképre egy 18. század térképet, ami nem volt egyszerű és nem is pontos, de azért nagyjából sikerült, tehát ha megnézzük, hogy itt ez a bizonyos presztika, terepmodellben is itt van, ez egy kékes mérdés, tehát kék az, ami ebbet jelent itt a területen, tehát megvolt, tehát ez a bizonyos átmesztés a mai domborzat modellen, de a sárga az egy kicsit kiemelkedik, hogy ezek a magasabb részek, és hát itt van egy mérdés. És ha azt mondjuk, hogy itt folyt a nagy harc, ugye, falunyom, ágyuk, stb., akkor ebben az irányba, egyfajta menekülésbe, a mérdésbe, az ebben a moziba szerintem illeszthető. Ugyan itt az átmetszés még egyszer. Tehát, ha mindezt összefoglaljuk, akkor ezt a kutatócsoport nem vállalja, ez az én csoda elképzelésem, mindenkinek megvan a maga mohácsa. Azt szoktuk mondani. Hát én így illeszteném az egészet ebbe a környezetbe. Ugye itt volt a csata központja, a falu környékén, mögött a török ágyusor. Szerencsés módon Bészabó János térképével is nagyon szépen össze lehetett hozni. Nem mondom csalás, tehát ez ő nyilván nem vállal semmi felelősséget, már beszéltem vele erről, és hát na, ez az én sztorim, csak egyszerűen az ő grafikai elemeit használtam fel. Az is egy érdekes dolog, hogy egyébként véletlenszerűen jött ki az, hogy itt van egy völgy. És előttem van egy falucska, középkori falu, ez a bátya, és hogy ez a völgy viszont a jobbra van ugye a hadrendtől. És azt tudjuk, hogy amikor megindul a második hadrend, tehát a király hadoszlopa, akkor megjelennek tőlük jobbra, a domb tövén egy völgynél meglátnak török katonaságot. Megnéztük ezt a területet is, fénykeresővel, hát találtuk hadileteket, nem mondanám feltétlenül, hogy mind a mi csatánkhoz kapcsolódik, lehet, hogy egyes lövedékek lehetnek egyszerűen a falu életéből következők, nem nagy számban vannak. A legérdekesebb lehet, és az viszont lovassági harchoz talán inkább köthető, van egy tollas buzogány töredékünk is. Mert azt tudjuk viszont, hogy a magyar királyi testőrséget török Bányt és Ráskai Gáspár vezetésével ezen a török kontingens ellen küldik, hát itt ábrázolja Bészabó János is. És én azt mondom, hogy ez a völgy, egyébként az egyetlen ilyen komolyabb völgy itt ezen a hosszú dombsoron egészen a majsi völgyig. Éppenséggel lehet az a völgy, ahol a török lovasság, mint egy megzavarva a magyarokat, magyar sereget, itt egy ilyen oldal fenyegetést képez mondjuk így, és hát ölelni küldik a magyar királyi testőrséget. És hát ha itt van egy tollas bozogányunk, ami egy magyar faluban azért nem egy tipikus termék, tehát az egy alapvetően inkább egy lovaskatona fegyvere, vagy egy, és a korszaknak megfelelő fegyver egyébként. Lehet, hogy ennek az összecsapásnak a nyoma megint egy ilyen teoretikus dolog, de megint azt mondom, hogy én szerintem egyre több olyan kis mozaik kezd összeilleni, hogy, és van egyfajta tényanyag, amire alapul, ami talán mondhatja azt, hogy nem járunk rossz helyen. Lehet, hogy nem pont így járt a magyar sereg, bocsánat. Lehet, hogy nem pont így járt a magyar sereg, lehet, hogy egy kicsit eldőlt el valami, de hogy itt volt az ütközet ezen a területen. Az abszurdum az is lehet, hogy a magyarok így álltak föl, mert van olyan ötlet is, és neki rohamoztak a domboknak, és azt mondják, hogy a török ágyuk valójában a dombok mögött a falu mai fő utcáján voltak. Ezen is lehet gondolkodni, de hogy itt volt ez az ütközet. És hogy megfelel a korszaknak, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a lehetanyag nem felel meg. Aztán ezek alapján elfogadható.
Akkor ugye ebben a cikkben kaptunk egy módszertani kritikát, ebben nem térek ki nagyon részletesen. Ugye amire ők hivatkoznak és amik mi is utána néztünk, azt mondják, hogy ugye, hú, mikor? Már segíts, 1637, 2, igen. Most lebb. 2, bocsánat, most kicsit lebokkoltam. De most igaz, ügyük szempontjából mindegy is, hogy 2 vagy 7. Tehát ők azt mondják, hogy ez a bizonyos 30 éves háborúbeli csata, a Lützen csata, ahogy Gusztáv az a svéd király is meghal, ez az etalon, amihez minket hasonlítanak. Hogy, és azt mondják, nem is tudom, hogy nekünk kevés a lövedékanyagunk. Mert a Lützen csatában valamivel több mint egy négyzetkilométert vizsgáltak át, és ott 11 ezer hadilevezet találtak, ami hektára lebontva 100-110 darabot jelent. Nekünk viszont ők azt mondják, hogy nem is tudom melyik adatot osztották le, mert ilyen különböző adásokból vettek ki mintákat, de azt mondják, hogy nekünk egy hektárra 2,7 lövedék jut. És hát ez mi ez? Ez ennyi, abból is keletkezhet, hogy a falusiak kimentek vadászni évszázadokig, és azok az olongolyok lepottyantak. Ami nagyon érdekes felvetés, különös tekintete arra, hogy ha a mi területünket megnézzük, hogy mi az, amit átfutottunk, ha vissza, nem megyek vissza, de talán emlékezünk. És az is, direkt hangsúlyoztam azt, hogy nem egyenletes ez az eloszlás. Tehát elég komoly sűrűsödés van a falunyom és környékén, és vannak üres területeink is. Ezért ezt a kritikát én falsnak érzem mindenképp, mert ha leosztjuk azt, hogy az egész lützeni csata hogy zajlott, valószínűleg egy nagyobb területen, mint amit vizsgáltak, akkor valószínűleg ott csak kapjuk meg a százas lövedékszámot. Jóval kevesebb lesz. Tehát nálunk a sűrűsödés területeket kell ebben a szempontból vizsgálni, én azt gondolom. És ott alapban a legsűrűbb területeknél, a falunyomnál, itt ezen a részen, a sűrű részeken 20 lövedékünk is van hektáronként. Ami még mindig jóval kevesebb, ugye egy ötöde. Itt két dolgot kell megemlíteni. Az egyik az, hogy a két csatának a tűzfegyver használata az jelentősen különbözött. És az időtartama is. Ugyan kevesebb katona volt, mondjuk fel annyi talán a Lützennél, viszont egész 6 órán keresztül zajlott. A Mohács csatát azt az 1 órától a 2-3-ig szokták talán le inkább mondani, esetleg 4 órás ütközet volt, de az már szerintem bőven a menekülés üldözés is benne van. De itt ez a Faunyon környéki konkrét csata, az valószínűleg ennél rövidebb ideig tartott, azt az 1-2 óra aztán hihető. 1-2 óra alatt mit tudunk konkrét adatot, azt tudjuk, azt nem tudjuk, hogy a magyar sereg katonái, hogyha használtak a tűzfegyveréket elő, semmilyen adat nincs. Egyáltalán semmilyen adat nincs, hogy ők ezt valamilyen szervezett módon használták, hogy egyszerűen csak mindenki lőtt, amikor tudott, nincs adat. A német zsoldos, akit említettem, még a magyar hadrend támadás előtti időszakára mondja azt, hogy reggeltől már lövöldöztek egymásra, lövöldöztek szorványosan gondolom célokra, egyedi célokra. Ez nem egy ilyen szervezett tűzfegyver használat volt, viszont a csata legkomolyabb részének idején azt tudjuk, hogy a törökök viszont szervezetten használták a fegyvereiket. Ők 9 sorba állították fel a jancsárokat, és azt hiszem 3 vagy 4 sortizet adtak le, így szerepel a török forrásban. Azt nem tudom, hogy az egész 9, mind a 9 sor leadta a sortizet 3-szor, vagy pedig a 9-ből 3 sor adta le a sortizét. De minden esetre azt tudjuk, a törökökről tudunk egyfajta szervezett lőfegyver használatot, de hát 3-4 sortűz a 2 órás ütközet alatt, ami egyébként a Gottfelder Bélba látunk, aki egy lelkes amatőr történészkedő barátunk, ő kiszámolta, hogy minden lövedéket és mindent összeszámolunk, akkor 11 ezer lövedéket lőttek ki összesen a Mohács csatában maximum, tehát ez a vége, vagy ennél kevesebbet. Talán ennyi nem volt, de hogyha mondjuk a 4000 janicsár 3-szor vagy 4-szer kilőtte, az e körül lehet. Tehát a 10-15 ezer lövedék maximum. Na most, mi hogy kutatunk? És mi a különbség a lütceni kutatása kapcsolatban? Azon túl, hogy ott a tűzfegyver használat teljesen más volt, ott a lovasságnak is volt tűzfegyvere, 5-6 órán keresztül lövöldöztek. A gyalogság is úgy használta, tehát szervezetten használták a fegyvereket már ekkor. Ugye ez a Gusztáv Adolf pont a tűzfegyvere használat megreformálására volt híres, tehát a tűzgyorsaság is megnőtt. Tehát eleve valószínűleg sokkal több lövedék repült el és csapódott be abban a csatában, mint a Mohács csatában összesen. Hiába volt sokkal rövidebb ideje, vagy sokkal... Na, most kicsit beazolottam. Kisebb létszám. Kisebb létszám, igen, a lütceni csatában ezt akartam mondani. Illetve a fordítottját.
Viszont, ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy mi nem úgy kutatunk, mint Lützennél. A Lützennek a publikációban le van, hogy hát nem is négy kéz láb, de ők tényleg méterenként végigmentek, tehát szisztematikusan átkutatták az egész területet. Tehát ez eredményezte ezt a nagy mennyiséget. Mi idő, pénz, egyebek hiányában ezt nem tudjuk megcsinálni. Mi önkénteseket dolgozunk. Eddig ezért fizetést, hogy eljött a filmkereséseink közül senki nem kapott, csak ők fizetnek azért, hogy eljönnek általában az úti költségüket, a régebben a szállásukat, és azt most egyszer-egyszer mi is tudtuk már fizetni. De mi egy mintavételezést csinálunk. Tehát itt látható, hogy ilyen csatárrendszerűen mennek a kollégák. Hát igyekszünk a szisztematikusságot bent tartani, nem mindig lehet, ezt őszintén megmondom. Mert amikor előkerült a Szulejmán aranypénz például ott Majsnál, akkor mindenki egy helyre, és utána előkerült még egy egyébként, hogyha eredményes volt a dolog, de azért igyekszünk tartani a csatarendet, amennyire lehet. De hát azt látjuk, hogy az itt ilyen 4-5-6 méterekre mennek egymást az emberek. Tehát itt ettől a gyűjtéstől nem lehet azt elvárni, hogy a teljes lehetőségot felgyűjtsük. És viszont, hogy azért legyen kontrollterület, mert a cikkben az is elhangzik, hogy hát nincs kontrollterület, hogy miről is van szó. Azért megcsináltuk, kiválasztottunk azt hiszem 4 mintaterületet, ahol viszont tényleg 4 kézláb szószoros értelmében minden négyzetdeciméter át lett fénykeresőzve. Itt is látszik a nyomokból, hogy ilyen fél állapotban ez a 20-szorúcas nézet. Tehát, hogy ne kínozzuk agyon a fémkeresőseinket, akik hősök voltak és önként válkoztak, tehát 4 darab ilyen 20-szorúcas nézetet vettünk ki. 2 olyat, ami a ritkásabb területről van, és 2 a falunyomról, hogy azt is tudjuk hasonlítani a dolgot. És azt meg kell mondanom őszintén, ennek a feldolgozása még nem történt meg, mert óriási mennyiség lett a lehetanyag. Tehát itt a 4 mintaterület. Ugye látszik a lehetszorodási pontban az a különbség, mint ez, meg ez és ez között. És hogy néznek ki ezek a nézetek? Így a hadjeletre. Tehát hadjelet az igazából ebben volt véletlenszerűen több. És egy kicsit belemelve jobban, tehát volt ebben azt 2 lövedék nagyjából. És így néz ki a lehetmennyiség, amikor a szisztematikus gyűjtés megvolt. Tehát ha még egyszer... Tehát ezért mondom, hogy amit mi csinálunk, az egy mintavételezés. Itt van egy nézet, erre a bizonyos nézetre levontva, aminek a környékén volt ez egy lövedék, azt hiszem. És hát itt még tartozunk az elemzés, hogy hány lett, de ha leheteket nézzük, akkor van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lett, és 400 lett. Tehát ez egy statisztikai mintának már oké, talán, de semmiképp sem azt mutatja, hogy az a lehetmennyiség, vagy lövedékmennyiség, amit mi tudunk prezentálni, az a teljes lövedékmennyiség a területen. Hanem mondjuk, hát mennyi a 8 és a 400 között a különbség, vagy szorzóban van kerek, 50? 50. Tehát meg 50 szereződne a lövedék mennyiség is. És ha azt mondjuk, hogy ezt egy lövedéket meg 50 szerezzük, akkor egy 25 hektáron van 50 lövedékünk. Jó, biztos nem lesz ennyi, de az feltehetően jóval több lesz, mint amennyi volt. És ha azt mondjuk, hogy csak ezt az egyet veszük hektárra bontva, vagy felszorozva, akkor is az már 25 lövedék egy hektáron ezzel a mintavételezéssel. Tehát én azt mondanám, hogy ez bizonyos értelemben válaszol erre a kritikára, hogy nincs elég lelet. Nem az a probléma. A probléma az, hogy nem tudjuk úgy kutatni, ahogy Lützent. Megtehetnénk, ha meglennék az erőforrások hozzá, de nem tudjuk úgy kutatni. Viszont még így is, én azt mondom, hogy ha egy össztérképet nézünk, van egy szorodási foltunk, ami egy igazolható helyhez, a falunyomhoz kötődik, és azért így sem jelentéktelen, tehát már statisztikai mennyiséget tudtunk gyűjteni, ez a 250-260 tárgyból már lehet láthatóan értelmes statisztikai adat következtetéseket is levonni. Tehát én gondolom, tehát ez egyfajta, megint csak egy válasz a minket ért kritikára. És akkor szerintem itt most nem mennék tovább, mert ez már tényleg kimerítő volt. És köszönöm a figyelmet.